értéket adunk az időnek. Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott tőlük. Megvan írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi, én meg elküldöm nektek Atyám ígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erőm el nem tölt benneteket a magasságból. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és felemelve kezét megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálemben. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent. Ti vagytok ezeknek tanúi. Jézus utolsó találkozása az apostolokkal, búcsúja alkalmából, amit ma ünneplünk, mennybe menetel címen egyúttal küldetésük, az apostoli küldetés kezdete. Küldetésük minőségét tömören így lehet meghatározni. Tanuk. Mi is tanuk vagyunk, ha nem is szemtanuk, legalábbis nem azok az eseményeké, amelyek az evangélium számol be, de tanúságunk mégis lényeges pontokba hasonlít, feltámadott által adott jelekhez, áldást adunk a népnek, az ő áldását. Megbocsájtunk, és ő bocsájt meg. És mindezt maradéktalan hirdetni kell minden népnek. A küldetés kezdetektől fogva globális, azaz egyetemes, tehát katolikus. Mindez Jeruzsálembe indult el, mindez ma messze túlmutat a kis közösségem. Mindez ma is ajándék. Az erő veletek van. Értéket adunk az időnek.